Rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak a Comenius általános iskolában. A tanórán a gyerkőcök megismerkedhettek a fiataloknak szóló internetes hírportállal, a Kids News-zal és a Lávinfo mobil applikációval is. Mi a különbség egy szeretkezés meg a szexualitás között? A rendhagyó óra a fiatalokat igencsak foglalkoztató témáról szólt, de mielőtt előre szaladnánk, essen szó arról, hogy egy iskolában miként is van helye a szexualitásnak. 12 évfolyamos iskola vagyunk, itt bejön hozzánk a 6 éves kisgyerek, és 18-19 évesen távoznak, és közben valami történik. Nem mondhatjuk azt a középiskolában, hogy ó, ezt már az általános iskolában meg kellett volna tudni, meg kellett volna ismerni ezeket az információkat, vagy éppen azt mondani felső tagozatban, hogy jó, majd a középiskolában találkoznak vele. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek érdeklődése korábban megtörténik a szexuális tartalmak iránt, és bizony felső tagozatban már segíteni kell őket a védekezésben. Meg kellene, hogy legyenek az ismeretek. Sok tévhit van a gyerekeknek a fejében. Sokszor hiányzik az intimitás otthon. Nem kérdeznek a szülők. A szülők sok esetben nem tudják kezelni a helyzetet. Megtörtént, hogy itt a felső tagozatos épületben, a lány WC-ben, lány mosdóban van óvszerautomata, felszereltettem, és semmiféle botrány nem lett belőle, sőt, örömmel fogadták a lányos anyukák. Ők kérték egyébként, hogy miért csak a fiúkra bízzuk a védekezést, miért nem foglalkozunk a lányokkal. Az iskolában nem csak a gyerekekkel, de a szüleikkel is foglalkozik szakember, hogy az egész család könnyebben és nyitottabban álljon a kérdéshez. Már harmadikas, negyedikes lányokkal beszélget a védőnő, és behívjuk a szülőket, ő velük pedig szexológus foglalkozik, hogy a gyerekek, amikor kérdeznek, akkor válaszokat adjanak, alakuljon ki a beszélgetés. És innentől kezdve évfolyamonként bent van az egészségnevelési programunkban. A rendhagyó órán két olyan felületet ismerhettek meg a gyerekek, ahol naprakész és hasznos információkat találnak. Egyik a Kids News, ami egy internetes hírportált iniknek. Itt közéleti, tudományos, celebekkel kapcsolatos és minden olyan témát feldolgoznak, ami a fiatalságot foglalkoztatja. Ide tartozik többek között a még mindig tabunak számító szex. Amit a generációnak érdekes, ahol mi foglalkozunk, de a nagy hírportálokhoz hasonlóan működünk, tehát a természettudományoktól a világ érdekességein keresztül néhány speciális szakma, ami a terület, ami a korosztályt érinti, mint a bullying, vagy a szexuális edukáció, a diákmunka, az ösztöndíjak, pályázatok, tehát sok speciális terület, de alapvetően hírportálként működünk, kicsit specifikusan erre a generációra, a tizenévesekre. És ilyenkor természetesen már téma a gyerekek között. A szex. Az iskolai felvilágosítás után sok olyan kérdés fogalmazódik meg bennük, amikre válaszokat keresnek. De mit tud tenni a tini, aki cikinek érzi a kérdezést, azt meg pláne, hogy a szüleivel beszélgessen erről? Felüti az internetet. A szexuális edukáció az egyik legvitatottabb terület, hiszen a szülők, a felnőtt társadalomban azért a testisége mai napig egy tabu téma, ugyanakkor az internet térnyerésével a gyerekek nagyon tempósan megkeresik a saját válaszaikat, és azért az nem mindegy, hogy ez milyen minőségű az a válasz. Úgyhogy igen, valóban mi is egy picit edukálunk, bár azért a mi szerepünk sokkal inkább a gondolatébresztés, mint konkrétan az edukálás. Mert hogy ez is fontos. Azt gondolom, hogy főként az egyik legnagyobb probléma, hogy ma leginkább, persze ez is egy borzasztóan nagy előrelépés lenne, ha már ebben eljutnánk mindenkihez, de főként a biológiai részére koncentrálunk, esetleg a betegségekre. De azért a szexualitás azt gondolom, hogy ennél sokkal-sokkal összetettebb és sokkal mélyebb rétegeket kéne, hogy feszegessen, akár az intimitásban, akár a párkapcsolatban, akár ennek a kialakításában. Úgyhogy a Kicsi inkább igyekszik ezekkel kapcsolatban kérdéseket és gondolatokat megfogalmazni, amin a generáció utána elindulhat és tovább gondolhatja. Az első szexuális élménynek a megélése a sokkal előrébb tolódott, tehát korábban érnek a gyerekek fizikailag, de azért ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül szellemileg is. Nagyon elfoglalt szülői generáció neveli ezt a fiatal nemzedéket, tehát hogy nagyon sokrétű a társadalmi probléma, ami akár a szexuális edukációt, vagy bármilyen más generációt övezők problémát érint. Legyen az a digitalizáció, legyen az az eszközhasználat, legyenek, tehát számtalan kérdést lehetne felsorolni, ami jó lenne, ha a gyerekek is gondolkodnának tovább.
És ugye mai idősek, mai öregek sokszor emlegetik, hogy bezzeg a mi időnkben. Nektek erről mi a véleményetek? Van egy rovatunk erről, a bezzeg az én időmben. Most éppen a punk korszakról beszélünk. Hát szerintem a punk korszak nem volt ennél különb, vagy a hippi korszak Amerikában, a maga szexuális szabadságával. Tehát ugye én azt gondolom, hogy minden korszaknak megvan a maga gapje, amitől talán egy kicsit nehezebb a mostani generáció, hogy ők nagyon könnyen találnak utat a technikán keresztül a saját kommunikációjukra és a saját kérdéseikre és a saját válaszaikra, ahol én azt gondolom, hogy a technikának nincsen előjele, de mégis rettentően sok dolog megtalálható a neten, így óriási a szülői vagy a társadalmi felelősség, hogy a gyerekek milyen válaszokat találnak. Egy Székesfehérváron született mobil applikáció a Levinfo egyik fejlesztője is tartott előadást a fiataloknak. Az ingyenes alkalmazás jó ideje működik, azonban most komoly változáson esett át. Új témák, új arculat, átfogóbb tartalom várja a fiatalokat az abban. Levinfo alapvetően egy ingyenes applikáció, amit ugye bárki letölthet, de elsősorban 12-18 éves korosztálynak szánjuk. Ugyanakkor persze van olyan rész is, ami a szülőknek is hasznos lehet, és ez az ingyenes applikáció úgymond végig vezeti a fiatalokat a érzelmileg is akár dús szexre. Tehát nagyon fontos, hogy a fiatalokat érdekli az első szex. Ám az, amíg oda eljutnak, addig nagyon sok mindent meg kell úgymond tanulniuk, arra fel kell készülni, hogy ebből ne legyen baj. És ugye több menüpont van benne, az első néhány az erre való felkészülés, és majd valahol a közepe felé jön az a rész, ami konkrétan a szexről szól. Emellett van egy internetveszélyeire felkészítő rész, amiben együttműködtünk a Nemzeti Média és Iratósággal, és van benne egy külön vészhelyzet menüpont, amiben többek között vannak konkrét segítségnyújtás is, olyan formában, hogy GPS koordináták benne vannak a bőr- és nemi beteg gondozókról, nőgyógyászatokról, akkor családvédelmi szolgálatnak a koordinátai elérhetők, és babamentő inkubátorok, hogyha netán már oda kerülne a sor. Illetve van egy külön drogprevenciós rész ezen a menüponton belül, ki is egészült a Levinfo. Most már van benne egy külön ökológiai nevelés menüpont, ez a Jövőd címet kapta, illetve most már van benne egy kvíz játék, mely 500 vonatkozó kérdésből válogat. Ezeknek körülbelül a felére lehet felkészülni magából az applikáció tartalmából, a másik fele pedig a levinfo.bocs.eu kiegészített tartalma alapján segít ezekre a kérdésekre felkészülni. A speciális tartalmak azok más színnel jelettek a honlapon, hogy lehessen tudni egyből, hogy mi az, amit még nem láttam, ezek szürke színnel vannak. Szóval az 500 kérdésből válogat a kvíz, és tippeket kapnak a fiatalok a végén, három kategóriában, fiúknak, lányoknak, illetve mindenkinek. Ezek a tippek a fiúknak, lányoknak, illetve tényleg mindenkinek a személyes sikerét hivatott elő segíteni, és ezen belül a mindenkinek rész, a mindenkinek szóló tippek kifejezetten a kapcsolatok minőségének javítására fókuszál, az erőszakmentes kommunikáció gondolatmenete alapján. Mindenki hallotta már a bezzeg az én időmben felkiáltást. Ezt megkapja az összes felnövekvő generáció már évtizedek, de ki tudja, akár évszázadok óta is. Így annyira azért talán most sem kell komolyan venni. Azt gondolom, hogy nem kéne vészharangokat kongatni ezzel a generációval. Nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak ezzel a generációval. Én azt gondolom, hogy egy jelentős részük nagyon érdeklődő, nyitott, művészetek iránt is nyitott. Tehát, hogy sokszor azt gondolom, hogy hamarabb ítéljük meg őket, mint hogy mögé néznénk a kérdéseknek, és megkérdeznénk őket, hogy az a történés, az miért van, amit mi megítélünk. Tehát inkább hamarabb elítélünk, mint utána nézünk a dolgoknak. Nem hiszem, hogy ők rosszabbak lennének, de hát ez minden idős generáció elítélte a fiatalokat, úgyhogy nyilván most sincs ez másképp.